Hazánkban is egyre több autóban van kamera. Megjelenésüket követően nagyon megugrott a kereslet irántuk, ami később csendesedett, de most ismét egyre többet vesznek. Tavaly április és idén március között 3/4 évvel több fogyott, mint egy évvel korábban, összesen 18 000 darab. A deskemek hasznosak tudnak lenni, ha valamilyen kétes helyzetbe keveredünk, hiszen a közlekedési szituációt folyamatában rögzítve objektívebb képet mutatnak be a történésekről. Jelenleg főleg a büntetőfékezések bizonyítására szolgálnak a kárrendezés során, és már most vannak olyanok, akik visszaélnek a használatukkal. Az ÖSZ gyakorlati felhasználása eddig az ÖSZ közlekedési baleseteknek 1%-át nem érik el, amikkel kamerákkal vannak bizonyítva, de ettől függetlenül a magyar leleményességet már ez is bizonyítja, hogy már emiatt a kis, viszonylag kis számhoz is, az ÖSZ balesethez viszonyítva is, megjelent egy-két trükközés is, amit kifejezetten a szakemberek, elsősorban az operatőrök, illetve a filmezésben jártó szakemberek veszik észre. Már előfordult több alkalommal is, amikor kivágtak 1-2-3 másodperc a mi kedvezőtlen számunkra. A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint nem olyan rossz a helyzet itthon, hogy kötelezővé kelljen tenni a fedélzeti kamerák használatát, olvasható a Pénzcentrum cikkében. Európa számos államában eltérő a joggyakorlat. Vannak országok, például Ukrajna, ahol ajánlott felszerelni a járművekben, Ausztriában ugyanakkor egyenesen tilos használni ezeket az eszközöket. A hazai biztosítók jelentős többsége a menetrögzítőből nyert adatokat felhasználni a kárrendezési eljárás során. Tudjuk nagyon jó, hogy amikor rögzítünk egy kamerával egy közlekedést, az nem tudja figyelembe venni objektív helyzetnél a máshonnan becsatlakozó gépjárműveket, illetve a lámpáknak a jelenlegi helyzetét, tehát, de nem ez a trendi. Többnyire még a sért, tehát akikkel szemben intézkednek, akik okozzák a balesetet is, azok is el szokták ismerni a kamera hatására, hogy igen, hát akkor én vagyok a hunyó. A weboldal cikkében arról is írnak, hogy a peres eljárások során, ahol az igazságügyi szakértő a kamera adatai alapján számolja ki a baleset pillanatában mért haladási sebességet, ez az adat perdöntő lehet. Ugyanakkor, ha nem ennyire extrém kérdésről van szó, a perben nyilván nem a kamerával rögzített tények bírnak perdöntő jelentőséggel.